Fűts okosan, a levegőszennyezés ellen indult kampány, a tüzelőanyagok és berendezések közötti eligazodást és a környezetbarát égetést segítik elő. Adomány, rendhagyó akciót indított az egyházmegyei Karitász. Dobozokat vihettek haza a családok, amiben húsvétig pénzt gyűjthetnek a rászorulóknak. Szisztrum, az egész régióból várják a fiatal muzsikusokat a Bartók Béla Zeneiskola hangszeres verseny sorozatára. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! A legtöbb háztartásban gázzal, fával, helyenként szénnel fűtenek, de nem ritka, hogy a műanyag hulladék is a kazánba kerül, ami rendkívüli módon szennyezi a levegőt. A jelenség ellen internetes kampány indult. Sokan választják tüzelőnek a fát, pedig nem ez a legártalmatlanabb megoldás. Égetésével komoly mennyiségű szállópor kerül a levegőbe. Igaz ugyan, hogy a gázfűtés kényelmesebb, de a széndioxid kibocsátás miatt ez is szennyezi a környezetet. Mindkét megoldás jobb azonban annál, amikor valaki szemetet, mondjuk műanyagot éget. A tűzoltóságok Vas megyében minden második, harmadik nap vonulnak különböző kéménytüzekhez. Ennek az oka pedig összetett. Nagyon sokan használnak hulladékot tüzelőfűtő berendezésekben, ez azt jelenti, hogy a háztartási hulladékot abban tüzelik el. Ebből kifolyólag a kémények sokkal jobban elszennyeződnek, a korom lerakódik bennük, és ezek hajlamosak arra, hogy meggyulladjanak. A Földművelésügyi Minisztérium nemrég kampányt indított azért, hogy akinek módjában áll választani a fűtési módok között, annak tippeket adjon. Segítenek mérlegelni az előnyöket és a hátrányokat, az egészségre ártalmas hatásokat. A kereskedők szerint a vásárlók körében régóta a gázkazán a legnépszerűbb, annak is a korszerű fajtája. Tavaly év elejétől kezdve már csak a kondenzációs kazánokat lehet új építésű házakba betervezni, illetve be is építeni. De az elmúlt években, körülbelül olyan 5-6 éve fejlődő tendenciát mutat a vegyes tüzelésű vagy szilárd tüzelésű, fatüzelésű készülékek is. Arányuk azonban még mindig elmarad a gázüzemű berendezésekhez képest, amelyeket viszonylag olcsó beszerezni és kiépíteni. Ez egyelőre nem mondható el a környezetbarát hőszivattyús rendszerekről, amelyekből Szombathelyen évente alig néhány darab fogy. A Szova Nonprofit ZRT ma este 6 órától megelőző jelleggel megkezdte a kezelése alá tartozó közutak síkosságmentesítését. Az időjárás előrejelzések havazást ígérnek éjféltől, ezért az alásúzással jó eséllyel csökkenthető annak veszélye, hogy a lehullott csapadék jégpáncélt képezzen az aszfalton. A közutak takarítása fontossági sorrendben történik, elsőbséget élvez a busz és főútvonalak takarítása és a lejtős szakaszok síkosságmentesítése. Ezután kerül sor a mellékutakra és a parkolókra. Egyes térségekben 15-20 cm-nyi friss hó is hullhat. A Magyar Közút ZRT valamennyi takarítóeszközét készültségbe helyezte, és a szükséges megelőző szórásokat már ma megkezdi. Az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról. A bőti papírperselj ötlete néhány éve bevált, most is ebben bíznak az egyház képviselői. A szerencsésebb családok hamvazó szerdától virágvasárnapig gyűjthetik apránként az adományt, hogy a szerényebb otthonokban is jusson az ünnepi asztalra. Családok a családokért, ez a mottója az egyház idei rendhagyó adománygyűjtő akciójának. Hamvazó szerda hetében napokig készültek ezek a papírpersejek, amelyek minden plébániára eljutottak. A hívek nagybőjt időszakában gyűjthetik így otthon a pénzt, amikor egyébként is van miről lemondani. Az élvezeti cikkekről, ami amúgy is lehet, hogy nem is legjobb az egészségnek, egy kicsit a mások emberek felé, más emberek felé odafordulnánk, másik család felé odafordulnánk, akkor lehet, hogy virágvasárnap után, azon az egy héten a Karitász munkatársak, mikor ezeket a pici dobozokat megkapják, nagyon sok családnak tudnának is ajándékot adni. 20 ezer doboz készült így el a napokban az egyházmegyei Karitász intézményeiben, hogy Vas és Zala megye templomaiból a hívekhez kerüljenek. A családoknál egy apró kicsi, nagyon formás, szép persejt helyezünk el, ahova gyerekek is, szülők is betehetnek adományt, amit szegényebb családoknak szánnak.
nem csak az adomány ebben a fontos, hanem talán még inkább a gesztus, a szeretet, ahogy a szerencsésebb családok gondolnak a rászorulókra. A teli dobozokat Nagybőjt végén gyűjtik majd össze. A Caritas munkatársai családonként pár ezer forintra számítanak, amelyből a nélkülözőknek húsvét előtt sonkát, kalácsot, tartós élelmiszert vagy játékot vásárolnak. Diplomaosztó az ELTE szombathelyi központjában. Új logisztikai gyáregységet épített egy szállítmányozó cég. Nyugdíjasok báloztak. Rövid hírekkel folytatjuk. 6 kar közel 100 végzőse vehette át diplomáját az Agora Szavária Filmszínházban megtartott ünnepségen. Az ELTE Szavária Egyetemi Központ első alkalommal osztott keresztféléves diplomát. Az okleveleket a szombathelyen képzést folytató ELTE karok dékányai és képviselői adták át. Német István rektorhelyettes ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy a legjobb egyetem legjobb diplomáját adták most át. Henne Csaba országgyűlési képviselő szerint a diplomaosztó annak is az ünnepe, hogy a nagymúltú egyetem otthonra talált Szombathelyen. A most átadott ELTE diplomák kitűnő elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a végzősöknek, tette hozzá. Modern logisztikai gyáregységgel bővült a Simon Trans Kft. A szállítmányozással foglalkozó cég több szombathelyi nagyvállalatnak a partnere. Az Avatóna térség gazdasági fejlődésének újabb példájaként üdvözölte a nagyberuházást az országgyűlés alelnöke Hende Csaba. A cég ügyvezetője elmondta, a környezetvédelemre is kiemelt figyelmet fordítanak. Az Avatón Puskás Tivadar polgármester is üdvözölte a város legújabb gazdasági beruházását. Nagy érdeklődés kísérte Vas megye és Szombathely Nyugdíjas Szövetségének hagyományos báját. Az elmúlt hétvégén a megyeháza éttermében megrendezett remek hangulatú eseményen csak nem 100 időskorú szórakozott. Az est fénypontját a jelmez verseny jelentette, a legötletesebb maskarákat díjazták is. Több mint tucatnyian vetköztek le a jégfarsangon a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Szova ZRT már 31. alkalommal rendezte meg a különleges farsangi mulatságot. A résztvevők, akik vállalták, hogy 2-3 fokos időben fürdőruhában koriznak, többségében fiatalok voltak. Ezt a farsangi jelmezes jégreszállás követte, ami már inkább a családokat vonzotta. A vasárnapi jégfarsang ismét megtöltötte a szombathelyi jégpályát boszorkányokkal, mese és állatfigurákkal, és persze civilekkel, akik csak szórakozni jöttek. Az ország szinte minden tájáról 50 település alapfokú művészetoktatási intézményeiből érkeztek kiszenészek a 16. Sistrum regionális zenei versenyekre Szombathelyre. A rangos megmérettetést minden évben a Bartók Béla Zeneiskola szervezi, és egyben helyet is ad annak a következő hetekben. Kántor Ajsa Biri 2 éve hegedül, tudását most először mutathatta be a nagy hagyományokkal bíró szombathelyi Sistrum regionális zenei versenyen. Zalakarosról jöttem, és egy dalocskával készültem, meg egy koncerttel. Még tavaly a keszthelyi vonós találkozón hallotta mástól ezt a darabot a kislány, és azt mondta, hogy ezt meg akarja tanulni. Akkor még nagyon nehéz lett volna neki, hát megdolgoztunk érte. A mosonmagyaróvári Andrássy Anna hegedű tanár szeretne lenni, a hangszerrel 2,5 éve ismerkedett meg közelebbről, a versenyre egy kötelező és egy szabadon választott darabbal készült. Haydn-től a dalocskát és Riding-től a Hálma hegedű verseny első tételét választottam. Anna az egyik büszkeségem és nagyon ügyes hegedűs növendékem, és úgy gondoltam, hogy méltó arra, hogy ezen a versenyen részt vegyem. Az ifjú tehetségek produkcióját 3 tagú zsűri értékelte. Ez egy olyan pálya, ahol a szubjektum az nagyon fontos, tehát az első benyomás, hogy mennyire tud ránk hatással lenni a kis előadó, természetesen nagyon fontos, hogy a hangszeré jól játszon, hogy jól kezelje a hangszerét, de a legfontosabb az a meggyőzés, hogy egy olyan hangulatot teremtsen, amivel a közönséget elvarázsolja. Köszönöm.
A 16. Sistrum regionális zenei versenyre az ország 50 településéről érkeztek diákok, felkészítő tanáraikkal és zongora kísérőjükkel együtt. A megmérettetés célja, hogy az élményszerű muzsikálás lehetőségén túl emelje a régió zeneoktatásának színvonalát, felkutassa a tehetségeket és biztosítsa a szereplési, fellépési rutin megszerzését. 350 körüli a résztvevők száma, 10 hangszerből hirdettük meg a mostani versenyt, és majd március 26-án a gála koncerten fognak fellépni azok a nívódíjas növendékek, akiket külön a zsűri kiválaszt, és akik a legrangosabban képviselték a saját hangszereiket. A verseny elnevezésében szereplő Sistrum egy mágikus egyiptomi hangszert jelent. Ábrázolását Szaváriában tárták fel az Ízisz szentély egyik reliefjében. Ízisz istennő tartotta a kezében a csörgőt. Február 8-a és 22-e között Vas megye 5 rendőrségi objektumában rendeznek véradást a szervezet munkatársai számára. Eddig már több mint 200-an bizonyították segítőkészségüket és adták a vérüket. A 10 éve szolgálatteljesítés közben hősi halált halt Borbély Zoltán posztumusz rendőrhadnagy emlékére nyilvánították ezt a napot a rendőrség hivatalos véradó napjává. Pénteken délelőtt hosszú sor kígyózott a Szombathelyi Rendőrkapitányság nagy termében berendezett ideiglenes véradóállomás vizsgáló és adminisztrációs pultja előtt. Nyomozók, járőrök és irodai alkalmazottak is jelentkeztek a nagy hagyományokkal bíró, ezúttal már 19-szer megrendezett véradásra. Sokuk rendszeres véradó. Német Andrea Judit kiemelt főnyomozó most vehette át a 35-szörös véradásért járó oklevelet. Az egészség az mindenek előtt fontos, mert ha egészséges az ember, akkor jól dolgozik, akkor jó a közérzete, akkor helytáll a mindennapok nehézségeiben. És azzal, hogy vért adok, ezzel 3 beteg emberen segítek, plusz még az én egészségem is, illetve a vérem is szűrve van mindenféle betegségre, és egy kis felfrissülés, azt hiszem, hogy 3-4 havonta nem árt az embernek. A Vas megyei rendőrfőkapitányság állományából tavaly 241-en adtak vért februárban a Magyar Vöröskereszt Vas megyei szervezetével közösen, negyedévente szervezett alkalmakkor pedig közel 400-an vállaltak szolidaritást a bajba jutottak megsegítésére. A rendőrség hivatalos véradó napjához Vas megyében már évek óta jutalmazás is kapcsolódik. Az elmúlt évi véradók között egy egyhetes családi nyaralást sorsoltak ki a főkapitányság Büki pihenőházában, 3 pedig ajándékcsomagot vehettek át. A Vas megyei rendőrfőkapitányság 2011-ben nyerte el a Véradó Barát munkahely címet. A második helyen végzett a Falkó Vulcano Energia KC kosárlabda csapata a Magyar Kupában. A szombathelyek a döntőben 82-67 arányú vereséget szenvedtek a Szolnoki Olajgárdájától. Szó szerint pocsékul kezdte a Magyar Kupa döntőjét a Falkó, ugyanis a Vojvoda találataira alapozó Szolnok a 3. percben már 14-2-re vezetett. Az első negyed végén 2 triplával ugyan 25-19-re felzárkózott a szombathelyi alakulat, ám mint később kiderült, ezzel el is lőtte az összes puskaporát. A második etap elején a tiszapartiak villámgyorsan visszaállították a 10 pont feletti különbséget, és előnyüket magabiztosan őrizgetve 82-67-re megnyerték történetük 7. kupa aranyát. A becsülettől küzdő Falkónak gyakorlatilag egyetlen pillanatig sem volt esélye a sikerre. Először szeretnék gratulálni a Szolnoknak. Hatalmas küzdelem volt a pályán, extra dobások segítették őket végig. Azt gondolom, hogy emetfővel jöhetünk le a pályáról, szívünket, lelkünket kitettük, de el kell ismerni, hogy a Szolnok ma jobb volt nálunk. A szolnokiak csapatkapitánya Vojvoda Dávid az előcsatározások során kifejezetten visszafogott teljesítménnyel rukkolt ki. Ezzel szemben a döntőben parádés játékkal segítette győzelemhez együttesét, úgy szerzett 21 pontot, hogy 5 alkalommal is a tripla vonalon túlról talált be. Abszolút nem vagyok a legnagyobb hős, ez abszolút nem így van, az egész csapat ebben a 3 napban szerintem fantasztikusan játszott. Mindig volt valaki, minden mérkőzésen, aki át tudta a csapatot elíteni a holdponton.
Az igaz, hogy az első két mérkőzésen, illetve majdnem három, így van, két mérkőzésen abszolút nem ment a játék. Kerestem a dobásaimat, így próbáltam máshol segíteni a csapatnak. A Falkó csapata fennállása során ötödik alkalommal jutott be a Magyar Kupa döntőjébe, ám ezúttal sem sikerült aranyérmet nyernie. A nemzetközi kupából már korábban elbúcsúztak, így teljes erővel a bajnokságra tudnak koncentrálni, melyben jelenleg a harmadik helyen állnak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!